És amikor ott megtudtam, hogy gyakorlatilag nem tudok semmit a cégvezetésről. Tehát az, hogy ügyvezetőnek lenni egy vállalkozásban, az nem azt jelenti, hogy jól tudok könyvelni. Óriási különbség a kettő között, és amikor én rájöttem, hogy mi minden tanulni való van még hátra, és hogy mennyire egyedül érzem magam, és tényleg nem tudom, hogy kitől tanuljak, hol tanuljak, hogyan csináljam, az egy borzasztó nehéz időszak volt. Amikor érzed azt, hogy ezt lehetne jobban csinálni, de hogyan? Szeretnék sokkal többet elérni, de hogyan? Tehát itt a konkurencia, hogyan kezeljem? Sem a baráti körömben, sem a családomban nem volt olyan vállalkozó, akinek még kollégái is vannak, tehát nem csak saját maga dolgozik, csapata van, akitől tanácsot tudtam volna kérni, akivel meg tudtam volna beszélni azt, hogy hogyan fejlődjünk tovább, merre menjünk, és ez nekem borzasztóan hiányzott. És valahogy éreztem azt, hogy ez így nem megoldás, hogy ugye éjjel-nappal minden perced azzal megy el, hogy csak dolgozol. Az Attilától megtanultam, hogy ezt úgy hívják, hogy komplexitás plafon, amikor ugye a saját tudásoddal eléred a maximumot. És jön a választás, hogy mit csináljak most. Keresek esetleg egy másik tevékenységet, abba hagyjam, folytassam így, de ugye az akkori helyzetemben nem éreztem jól magam. És amikor ugye megtaláltam az Attilának a képzését, és kaptam a rengeteg sok információt, és pozitív visszajelzést is, hogy tényleg, hiszen nem gondoltam volna, de mennyi mindent jól csináltam, akkor az egy nagyon jó dolog volt. És igazából elmúlt, hogy egyedül érzem magam, nem tudom merre menjek tovább. Például nem voltak ilyen, hogy tudatosan, hogy célkitűzés. Mindig is vágytam valamire, haladtam a céljaim felé, csak nem ennyire tudatosan, mint most. És jelenleg most ott tartunk, hogy körülbelül 80 ügyfelünk van, és az árbevételünk az 2017-ben nettó 36 millió volt. Benn az irodában vagyunk heten, belsős kollégák, és még ezen kívül van két külsős kolléganőm is. Most az elmúlt egy-két évben nagyon sokat tettem azért, hogy a cég nélkülem is működjön. De valahogy mindig szükség volt rám is a cégben. És most elérkeztünk odáig, hogy egy fél éve van egy kolléganőm, aki gyakorlatilag átvette az ilyen mindennapi operatív irányítást, és ez egy óriási dolog, tehát azt gondolom, hogy így a mindennapi teendők lekerültek rólam. Az én feladatom most tényleg a rendszerépítés, az önjáró vállalkozás, az új termékek bevezetése, és most ugye jön a controlling bevezetése, illetve majd a marketinget felépíteni rá, tehát hogy ugye tudják is, hogy létezik ez a szolgáltatás. Nekem borzasztó nehéz volt elfogadni, hogy egy picit legyek önző saját magammal szembe, hogy saját magamra fordítsak időt, mert ugye itt a család, itt a vállalkozás, vagy valamikor éppen fordítva itt a vállalkozás, itt a család. Nagyon szeretek olvasni, úgyhogy mostanában az üzleti önfejlesztő könyvek jutnak ki elsősorban ugye a tanulmányok miatt, de amúgy nagyon szeretek olvasni, és a másik pedig, hogy ha hobbinak lehet nevezni, akkor tornázni járok még. Úgyhogy ezt egy ilyen heti 3-4 alkalommal. Nekem siker az, amikor apró dolgokat is elérek, én azoknak is nagyon tudok örülni. Siker az, amikor kiegyensúlyozottnak érzem magam, tehát jó helyen vagyok a vállalkozásomban, jól működnek a dolgok, jó helyen vagyok a családomban, nyilván hol az egyikben könnyebb, hol a másikban könnyebb. Úgyhogy rengeteg siker élményem van nekem. Az biztos, hogy még fogok kiírni néhány könyvet vállalkozóknak, illetve ugye Budapesten van az irodánk, de van most már egy Esztergom környékén is, és azért szeretnék még néhány irodát így az országban.